Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nehéz helyzetben vagyok, mert nem ezzel a témával szerettem volna készülni. Biztosan tudjátok, hogy én általában az inkább az ilyen tanító jellegű dolgokat kedvelem, meg az igének a boncolgatását így különböző témák szerint. De amivel készültem volna, arról folyamatosan eltérített Isten. Még ilyen nem nagyon volt velem. Nem szeretek inteni, mert nem gondolnám, hogy ez az én feladatom lenne, vagy pláne nem gondolnám, hogy én jobb lennék bárkinél is. És ezért mindig olyan távol áll tőlem az, hogy intsek bárkit is. De, és ettől így kicsit kényelmetlenül is érzem magam a mai napon, de az Isten most egy ilyen üzenetet bízott rám. És akárhogy próbáltam meglogni ez alól, nem sikerült. Amiről ma beszélnünk kell, és ennek fogjuk néhány aspektusát szemügyre venni az ige alapján, az az ítélkezés. Óriási téma, és ezért nem is lehet egy fél órában vagy órában ezt kivesézni, és nem is szándékom ez tulajdonképpen, de szeretném, hogyha egy-két aspektusából megnéznénk mégis ezt a témát. Így jó? Szóljatok, hogyha bármi nem jó nektek. És akkor nézzük meg a törvény oldaláról, hogy mit látunk a törvényben. Hiszen, hogyha az ítélkezést, vagy az ítéletet tekintjük, akkor mindig valamihez képest ítélkezünk. Tehát kell legyen egy olyan szabályrendszer, vagy olyan szabályok az életünkben, amik támpontok lehetnek abban, hogy az ítélet az minek alapján. Ugye Isten is úgy fog minket ítélni, hogy előre elmondta a játékszabályokat, és hogyha azokat nem tartjuk be, vagy nem a szerint élünk, akkor van jogos negatív ítélet, de az ítélet nem feltétlenül csak negatívat jelent az Istennél sem, hanem valamihez való tartást jelent. Úgyhogy ehhez alaposan ismernünk kell az igét, a törvényt, hogyha mi ehhez szeretnénk magunkat tartani, nem? Ti is így gondoljátok szerintem, hogy ha mi azt mondjuk, hogy a törvény szerint szeretnénk élni, akkor azt ismernünk kell. Hogyha szeretnék egy olyan példát hozni elétek, amiből fogjátok érteni, hogy mire gondolok, nem gondolnám, hogy mindannyiunknak a törvény tudásában nem tudom, milyen professzoroknak kellene lennünk. De a világban is, mielőtt valakire rábíznátok, hogy operáljon meg titeket, akkor körültekintően utána néztek, hogy ő mennyire kompetens ebben a dologban, mennyire jó orvos, és hogyha én nem tudom azt, hogy ő átesett azon az 5-8 éves képzésen, amivel neki a doktori papírja megvan, hogyha nem tudom, hogy elméleti és gyakorlati vizsgák tömkelegén van túl, és hogy a praxisában már ennyi és ennyi operációt elvégzett, akkor én biztos nem fekszem a kése alá, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Vagy hogy beköltöznél le egy olyan házba, ahol, vagy csak átmennél egy olyan hídon, aminél tudod, hogy az, aki készítette, nem ért a fizika, az építészet, a statika, az anyagismeret, vagy matematika, vagy ilyesmi tárgyakhoz, és nem ezeknek a figyelembevételével építkezett. Hát biztos nem mennék át azon a hídon, nem? Szokták mondani, hogy házépítés, ez mindenkiért. Hát azért én azt gondolom, hogy azért ennek van egy háttere, amit meg kell tanulni ahhoz, hogy az ne dőljön össze. Vagy csak a világi törvényhozást nézzük, a legkisebb ügyvédnek vagy ügyésznek is éveket kell tanulnia, hogy egy bíróról ne is beszéljünk, és napra készen ismernie kell az aktuális törvényeket, hogy helyes ítéletet hozzon. Biztos nem bíznám rá a peres dolgaimat egy olyan ügyvédre, akiről tudom, hogy még egyetlen egy percet nyert meg.
vagy aki nem végezte el a jogi főiskolát, nem? Nem így vagytok vele? Miért gondoljuk akkor, hogy mi a környezetünkben élő embereknek Isten megkérdezése nélkül, és a törvény alapos tanulmányozása nélkül életvezetési tanácsokat kell, hogy adjunk? Mert nagyon sokszor csináljuk ezt. Vagy be kell avatkoznunk az életükbe, vagy felelőtlenül ítélgethetjük őket, miközben a felelősség érzetünk ezek szerint sokszor kisebb a világi embereknél. Legalább ennyire összetett és árnyalt egy embertársunknak a lelki, szellemi élete, a korábbi sérülései, vagy az Istennel való személyes kapcsolata, hogy hol tart ebben a kapcsolatban, hogy mennyit küszködött már azzal a problémával, amit esetleg mi problémának látunk, de ő már dolgozik ezen egy ideje. Vagy az Isten iránti bizalma hol tart, vagy milyen az erkölcsi érzéke, és még hosszan sorolhatnám, egy műtét vagy egy per kimenetele ehhez képest én szerintem semmiség. Nekem most egy ideje kattog a kis ujjam, nem is nagyon tudom behajlítani, de százszor inkább kattogjon a kis ujjam, mint hogy valaki komoly mély lelki sebeket okozzon, mert az sokkal nehezebb utána helyrehozni. A törvény egy olyan területe a Bibliának, ami sok elemből összeálló, belső összefüggésekkel, szimbólumokkal átszőtt komoly tudomány, én azt gondolom, és alaposan tanulmányozni kell, és át kell látni összefüggéseiben. És aki ezért ehhez a tudományhoz nem ért, vagy nem látja át kellőképpen ezeket az összefüggéseket, az én szerintem ne nyilatkozzon tekintéllyel ebben a témában, főleg nem az így szól az Úr tekintélyével mások életében. Lehet, hogy ez akár kimeríti a harmadik parancsolat tilalmát is, hogy az Isten nevét hiába fel ne vegyük. Ebbe is érdemes így belegondolni. Amikor más embereknek az életében mi nagyon okos tanácsokat akarunk adni, és sokszor nem is csak tanácsokat adunk, hanem megmondjuk, hogy ő milyen ember, megmondjuk, hogy ő neki mit kéne csinálni. Ezekkel nagyon-nagyon óvatosan kellene bánnunk. Sokszor nem rossz indulat áll a törvénykezés mögött, hanem az Isten igéjében való járatlanságunk, de ettől még súlyos és tartós károsodást lehet okozni embereknek. Hány embert ismertek, akit egy kedves, jószándékú testvér botránkoztatott meg, vagy akár ki az egyházból? Én sajnos elég sokat ismerek. Én sem vagyok mentes ezektől a dolgoktól, ezt nem úgy mondom nektek, amikor én megtértem, el kell mondjak egy példát. Elkezdtem olvasni a Bibliát, és mikor mondtam anyukámnak, hogy jó, hát az nem is keresztény, vagy nem is ember, aki nem keresztény, meg aki nem olvassa a Bibliát, körülbelül ilyen szinten osztottam az észt. És akkor mondta anyukám, hogy de hát nekem ti vagytok a Bibliáim, kislányom, a két gyerekem. És akkor én azt mondtam, hogy na jó, hát én nem akarok bálvány lenni itt ebben a családban, meg nekem nem kell bálványozni. És ilyen szavakkal olyanokat lehet ütni egy anyának a sebén. Én nem tudtam akkor, hogy mit beszélek, mert nem voltam még járatos ezekben a dolgokban. Nekem akkor sokkal-sokkal jobban kellett volna vigyáznom. Sikerült is a szüleimet úgy távol tartani egy jó időre az Isten igéjétől, vagy az Istentől, amit én nem akartam. Nagyon-nagyon mély sebeket lehet ezekkel okozni. Emlékeztek, az Új Szövetségben van egy olyan réteg tulajdonképpen, akikkel állandóan, hát most úgy mondom, hogy baj van, de hát nem velük van a baj. A zsidókból lett keresztények, és a pogányokból lett keresztények, ez két külön csoport. A pogányokból lett keresztényekkel viszonylag egyszerű volt a helyzet, mert tőlük nem vártak el annyi minden dolgot, mint a zsidókból lett keresztényektől. Viszont a pogányokból lett keresztényekre meg olyan terheket akartak
rátenni, ami a zsidóságban korábban egyértelmű volt, a körülmetélkedés például, vagy egy csomó olyan dolgot vártak el, ami a hagyomány szerint a zsidóságra vonatkozott. És Pál átokkal sújtja azokat az embereket, akik olyan törvényekkel akarják sújtani a nem zsidókból lett keresztényeket, amelyek őrájuk nem is vonatkozik. Ez egyenesen azt mondja róluk, hogy gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek. Elszakadtak a hittől, és meg vannak bélyegezve a saját lelki ismeretükben. Azért ezek elég komoly szavak. Ez az első Timóteus levél negyedik részében van. Nyilván ugyanakkor, ha valaki felment valakit olyan parancsolat alól, ami viszont vonatkozik rá, az meg a másik véglet, és ott is lehet nagyon súlyos károkat okozni. Ezért fontos, hogy Istennel összhangban cselekedjünk, és csak akkor, hogyha küld minket erre a feladatra. A 613 parancsolatból álló egységes és egymásra épülő tórai törvénynek van néhány alappillére, amik alapján érdemes vizsgálni ezeket a törvényeket. Az egyik ilyen a szövetségi elv, azzal ugye foglalkozunk most ebben a szombatiskolában is elég alaposan, mert az alapján lehet aztán elvárni, hogy mi jól sáfárkodjunk, hogy az Isten milyen szövetséget kötött velünk, és mit vár tőlünk ennek kapcsán. Az Isten különböző emberekkel az Ószövetségbe és aztán az Új Szövetségbe is különböző szövetségeket kötött. Nagyon fontos azt tudni, hogy kivel vagy kikkel kötötte ezt a szövetséget, mert azokra vonatkozik az a kötelezettség, ami benne van ebben a szövetségben. Vannak a szövetségnek kötelezettségei, ígéretei, a megszegésüknek vannak következményei, vannak olyan kiegészítések, például a Noéval kötött szövetségnél, ugye az özönvíz előtti és utáni helyzet, vagy az Ádámmal kötött szövetségben az eredeti szövetséghez képest a kiüzetés utáni részt is pontosítani kellett. Tehát vannak ezeknek a különböző szövetségeknek, ezeket érdemes tanulmányozni, már csak azért is, mert akkor tudjuk, hogy ezek közül egyáltalán melyik vonatkozik ránk, és melyik nem vonatkozik ránk. Hogy csak egy példát mondjak, Ábrahámmal kötött szövetségben ott van az Izsákkal való, vagy az Izsákon keresztüli áldások sora, ott 12 áldásról olvashatunk, de mikor Ábrahám azt kéri, hogy de Izmaelről se feledkezzél el, akkor Isten neki is három áldást, vagy háromféle áldást ígér, vagy ad, és a körülmetélkedés az például mind a kettőjükre vonatkozik. Tehát, hogy ezeket érdemes így megnézegetni, most ez csak egy példa volt, hogy kire milyen szövetségkötés vonatkozik. Ugye, hogyha mi szellem szerint származunk Ábrahámtól, vagy lélek szerint, vagy hit alapján, akkor ránk már ez a körülmetélkedés nem feltétlenül vonatkozik, mint ahogy a nem zsidókból lett keresztényekre sem vonatkozott. Vagy megvizsgálhatjuk a parancsolatok három fajtája szempontjából. Ugye vannak erkölcsi, rituális és államigazgatási törvények. Más-más volt a céljuk. Ugye, amikor a rituális parancsolatok közül nekünk már nem sok mindent kell megtartanunk, nem kell állatokat áldoznunk, mert azoknak egy előremutató szimbolikus értelme volt az Ószövetségben, amit Krisztus már betöltött, mint áldozati bárány a mi életünkbe. Vagy szempont az, hogy nem egyenlő súlyúak, nem egyenlő a büntetés sem a különböző bűnök között, vagy például az áldozat, amit be kellett mutatni a rendezésükként, az sem egyforma ezeknél a bűnöknél. Vagy például az életvédelmének elsődleges szempontja, az mindig is szempont volt a törvények között. Tehát, hogyha két
rossz lehetőség közül kell választani, akkor inkább azt válassza az ember, ami nem az életvédelmét. Hogy csak egy példát mondjak, ugye Dávidnál, amikor a szent kenyerek asztaláról eszik, ott az életvédelme volt az, amit ő megtartott, és nem a tilalom. De ezek csak példák voltak, tehát hogy ezeket a parancsolatokat szépen át lehet tanulmányozni, ha már az ember mindenképpen helyesen és összefüggéseiben szeretné látni azt, hogy az Istennek milyen törvénye van, ránk vonatkozó törvénye, akkor át lehet ezeket szépen tanulmányozni különböző szempontok szerint, és érdemes is, mert hogyha egy sebész ugye úgy operál, hogy van egy tanulmányi háttere, akkor nekünk sem árt ez, hogyha mielőtt ítéletet mondunk, az a törvény, amihez tartjuk magunkat, azt legalább ilyen szinten ismerjük. Meg hát a nyelvet sem árt ismerni, mert a héberben nem olyan felszólító mód van például, mint a magyarban. Nem mindegy, hogy úgy értelmezem, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, vagy szereted az Urat teljes szívedből. Mert ez egy kijelentő mód, a másik egy felszólító mód. Az ige ott kijelentő módban van, nem a mi fajta felszólító módban. Mert az utóbbi héberben, vagy az utóbbinál a héberben ez egyben egy profécia is. Vagy akár úgy is lehet értelmezni, akár a 10 parancsolatot is, hogy nem lopsz, nem ölsz, vagy proféciaként eljön majd az az idő, amikor nem fogsz lopni, meg nem fogsz ölni. Hát így is lehet ezt érteni. És ehhez ismerni kell mondjuk azt a nyelvet, amin íródott. Tehát látjuk, hogy ez nem egy egyszerű dolog, hogy mi törvénykezzünk a világi fórumokon sem, egymás életében sem. A törvényt nem azért kaptuk, hogy egymást fejbe vagdossuk ezzel a törvénnyel, útmutatásul kaptuk, és Krisztusra vezető mesterünként kaptuk, ahogy a Galata 3.24 fogalmaz. Azért, hogy nyilvánvaló legyen az Istennek a rendje, a szándéka, a zsinór mértéke, amihez képest tudunk igazodni, hogy boldog és kiegyensúlyozott életet tudjunk élni. Vagy ahogy a szombatiskolában is elhangzott, hogy az Isten azért mutatja ezt az utat nekünk, hogy az ő szeretete megnyilvánuljon, és hogy mi boldogok lehessünk. Egyfajta használati útmutató az élethez és a környezetünkhöz, és arra is nagyon jó, hogy diagnosztizáljuk a saját állapotunkat, nem a másik életét, a saját állapotunkat, hogy mi hol tartunk. Ráadásul a törvény megtartása még csak nem is elégséges, ha már ott tartunk, hogy végre nem másokra akarjuk alkalmazni, meg rákényszeríteni, hanem a saját boldogulásunkhoz használnánk. Mert a diagnózistól még senki nem gyógyult meg, a diagnózis felállításától. Pál odáig jut a diagnózissal, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Ugye mindannyian ismerjük ezt az igét a Róma 7.24-ből. Megváltásra van szükségünk egész egyszerűen. Nem elégséges az, hogy ugye a zsidóságon bemutatta az Isten azt, hogy ők igyekeztek a törvény szerint élni, mégsem volt elégséges ez számukra, mert nem volt messiásuk. Nekünk megváltásra van szükségünk. Mindannyiunknak egyenként. És ha már a 10 parancsolatnál tartottunk, nézzük meg már az Ószövetségben ezt a fontos bibliai jelvet. Mivel kezdődik a 10 parancsolat? Igen, úgy hangosan. Nem? Igen, és utána? Elmondjátok az elejét? Lehet kórusba is. Hangosan, Laci. De tudod, mondjad. Én nem kezdődöm, én vagyok az Úr Istenet. Aki? Ki az Úr Istenet? Egyik, a főzőből szolgálatában, legyen szép
Aha, ez egy parancsolat? Bizony az. Ez minden parancsolatnak az alapja. Ez minden parancsolatnak. Mit látunk itt? Hogy előbb volt a szabadítás, és utána a törvényadás. Mert az Istennél mindig így működik, hogy én vagyok az az Isten, aki kihoztalak Egyiptomból, a szolgaság házából. Utána mondhatom, hogy ne legyenek idegen istenek én előttem. Mert előbb kiszabadítottalak, és utána, mert az Isten ilyen, előbb a szeretete volt, és utána jön az elvárás. Amíg nem vagy szabad, addig hogyan hoznál szabad akaratból megfelelő erkölcsi döntést? Az sem mindegy, hogy miből hozott ki Isten. Van, hogy nem egyszerre szabadít fel mindenben. Mert akkor ugye megtérésünk megvolt, oké, rendben vagyunk, nincs is több dolgunk az életben. Nagyon sokszor előfordul az, hogy még a bizonyos területei az életünknek nem működik jól, mert nem merem rábízni az Istenre. És egy élethosszig tartó munka az, hogy én mindenben, minden dolgomat az Istenre tudjam bízni. Az az Izrael, amelyik kijött Egyiptomból, beszéltünk a szombatiskolában is erről, akiket Isten csodák és jeleken keresztül vezetett, így szabadultak meg, az ajtóra kent vér, az elsőszülöttek megmenekülése, a kincsek, amiket a rabszolgatartóik önként adtak oda nekik, a tűz és a felhőoszlop, a tenger kettéválása, ami aztán az egyiptomiak fölött összezáródik. Ezek olyan csodák, és mégsem mentek be mind az ígéret földjére. Miért? Mert nem voltak szabadok a félelemtől, a környező népektől féltek, és nem hitték el az Istennek az ígéretét tökéletesen, pedig csodák vették körül őket. Nem kárhoztatom őket, csak mint tényt állapítom meg, hogy emiatt nem tudtak bemenni mindannyian, mert még volt olyan dolog, amit az Isten nem tudott elvégezni bennük, mert az a bizalom nem volt tökéletes még. A pusztában nem gondozta őket Isten? Nem kaptak mannát? Vizet egy közlekedő sziklából? Vagy nem maradt velük a tűz és a felhő oszlop? Vagy elvásott a ruhájuk meg a sarujuk? Nem. És mégsem bíztak Isten erejében eléggé. És még egyszer mondom, nem kárhoztatom őket. Nekünk is egy életre van szükségünk ahhoz, hogy minden területét az életünknek rámerjük bízni Istenre. A parázna asszonynak a János 8.11-ben Jézus előbb megmentette az életét az őt megkövezni akaróktól, aztán kimondja, hogy ő sem vádolja, és csak azután mondja, hogy eredj el és ne vétkezz többé. Miután már a szabadsága megvan arra, hogy ne vétkezzen többé. Hálából azért, hogy Jézus megmentette az életét. Helyes erkölcsi döntés csak szabad ember tud hozni. Csak szabad akaratból lehet hozni. Amíg valaminek a rabszolgája vagy, az befolyásolja a döntéseidet. Ki az, aki azt mondja, hogy nekem mindenben helyes döntést kell már hoznom, hiszen hány éve szabad vagyok már, hány éve vagyok keresztény? Melyikötök az, aki azt mondaná, hogy én nekem már muszáj lenne mindent jól csinálnom, pedig itt állok előttetek. Ki az, aki megítélheti a félelmeimet, az érzelmeimet, a hitemet, anélkül, hogy egyetlen egy percet is szánt volna arra, hogy megértsen, vagy segítsen nekem szabaddá lenni, vagy legalább imádkozzon értem. Hogy várod el tőlem, hogy betöltsek egy törvényt, hogyha nem vagyok szabad, hogyha rabszolga vagyok? És tőletek hogy várja el bárki? Egymástól hogyan várjuk el?
Senki nem spórolhatja meg, hogy saját maga vágjon utat a saját bozótjában. Krisztussal járva, azt azért hangsúlyozom, mert úgy minden sokkal könnyebb, nem egyedül kell harcolni. Hogy saját megtérése hite legyen az élete különböző területein. A második életének lemásolása az sosem működött jól. A recept szerint érés törvényszerűen céltévesztéshez vezet. Hogyha én úgy akarok csinálni mindent, mint te vagy te, nem fog működni. Mert én nekem külön kapcsolatom van az Istennel, külön sebeim vannak, külön gyógyulásra van szükségem, külön megváltásra van szükségem. Értitek? Mindannyiunkat máshogy vezet az Isten, más akadályokon keresztül. Lehet, hogy amit neked megenged, azt nekem nem engedi meg. Mert tudja, hogy neked több időre van szükséged, nekem meg azt már tudni kell. Vagy fordítva. Van, akinek a csoki evéssel semmi problémája az életben, mert nem is szereti az édességet. Én meg évek óta küszködök vele, hogy csak egy személyes példát mondjak. Nem vagyunk egyformák. Egyéni megváltás van, és egyéni mindennapos követés. Azt mondja Róma 14.12-ben Pál, mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Ott lesz melletted az, aki vádol, amikor te számot adsz Istennek? Nem. Hát egyedül fogsz ott állni. Csak egy pár kiemelkedő példa, hogy mennyire egyéni dolgokat olvashatunk, és mennyire máshogy ítélnénk meg ezeket a helyzeteket. Már említettem Dánielt. Senki más nem ehette meg a szent kenyerek asztaláról a papokon kívül, mert akkor meghalt. Dávid meg mégis megette, és nem halt meg. Hát ekkora botránkozást. Igaz? Vagy ott van az az ember, aki felviszi az egyetlen kamasz fiát a hegyre, lekötözi, és meg akarja ölni. Nem egy őrült ez? Hát nem normális. Ezt bárki, aki azt mondja nekem, hogy az normális, hogy valaki felviszi a kamasz fiát a hegyre, és le akarja ölni, arra én azt mondom, hogy ez nem normális. De nem én döntök, nem én ítélek. Hát az Isten ezt kérte. Ráadásul egy olyan fiúról beszélünk, akiről azt mondta az Isten, hogy rajta keresztül fogja nagy népé tenni Izraelt. Értitek? És nem tette meg, de ez csak az utolsó pillanatban derül ki. Addig ez egy hitpróba volt. És ha én ott lettem volna mondjuk egy szolgaként, ahogy így elképzelem, biztos lefogom Ábrahámnak a kezét. De nem az én gondolataim szerint megy az Isten dolga. Vagy Jézus családfájában két fontos nő szerepel. Az egyik egy moábita, a másik egy prostituált. Hát ha véletlenül így alakult a dolog, akkor is biztos letagadnám. Nem? Az Isten meg példaképpen említi őket, mindkettőjüket. Mert nem a mi elgondolásaink szerint teszi a dolgát Isten. És nem dolgunk nekünk megítélni feltétlenül ezeket a dolgokat. Jobbnak azt mondja Isten, semmivé akarod tenni az én igazságomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te lehess igaz. Hát ez is erős. Péter egyenesen megfedte Jézust. Mentsen Isten, hogy ez veled megtörténjen, mikor hirdetni kezdte a szenvedéseit. Emlékeztek rá. Nagyon kemény választ kapott. Mit mondott neki Jézus? Távozz tőlem, Sátán! Még Jézusnak a munkájába is bele akarunk szólni. Hát nem vagyunk különbek Péternél sokszor. Nem ítélgethetjük egymást, csak ezt akartam ebből is kihozni, mert nem ismerjük a másiknak a vívódásait, az Istennel való dolgait, és talán sosem kellett küzdened azzal, amivel a másik évek óta harcol. Miután hitből való a megigazulás, és nem cselekedetekből,
hogyan látjuk mi a másik hitét és szándékait. Honnan tudjuk, hogy hol tart Istennel a küzdelmében. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az őnéki igazságul. Róma 4.3. Nem a cselekedetek alapján leszünk megítélve. Feltéve, ha elhisszük ezt. Mert akkor ugye a jobblator kapásból elkárhoznám. De Isten nem ezt mondja. Hanem Istenben és a megváltásba vetett bizalmunk alapján fogunk üdvözülni. Erről már beszéltünk a szombatiskola alatt is. Az egy más kérdés, hogy ez a bizalom azután cselekedetekben is meg kell, hogy nyilvánuljon. Erről is beszéltünk. Mert az a szeretet, amikor látom, hogy az Isten lép felém, és megtart, és gondoskodik rólam, és megőriz, és az hálára kell, hogy indítson, és cselekedetekre. Hány olyan helytelen gyakorlat van közöttünk, amit bezzeg nem ítélünk el, pedig a Biblia nyilvánvalóvá teszi számunkra. De elvetjük a csecsemő keresztséget, mert ugye az nem meggyőződés alapján és szabad döntés alapján történik, hanem úgy kerül a gyerek a vallási közösségbe, hogy nem tudott ő maga, saját maga dönteni. De büszkén hirdetjük, hogy 4.-5. generációs adventisták vagyunk, mint hogyha ez bármiféle előnyt jelentene az örök életünk szempontjából. Igaz? Vagy hirdetjük, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, de azért jó néhány vallásos cselekedettől várjuk, hogy jobb emberré váljunk. Ha napi x-szer imádkozol, vagy ennyi órát olvasol Bibliát, vagy megtartod a szombatot, akkor aztán biztos bemeneteled van a mennybe. Igaz? Vagy azt hirdetjük, hogy a vegetáriusság valami felsőbbrendű, tisztább létforma, ezzel mások fölé helyezve magunkat, mintha a húsevő hitben gyengébb lenne, holott a Biblia pont az ellenkezőjét állítja. Miközben már az ószövetségi papság sem működött volna, hogyha az áldozati rendszerben ugye a bűnért való áldozatnál a papnak kellett megennie, a hálaáldozatnál pedig az áldozónak kellett megennie a húst. Ugye itt is látjuk, hát a páska bárányról már mi is beszélek, hogy itt is látjuk, hogy ugye ez nem volt elvárás még az Ószövetségben sem. Nem arról van szó, hogy tehát nem baj nyilván, hogyha nem eszel húst. Nagyon klassz dolog, hogyha igyekszel tisztán tartani a Szentlélek templomát, nagyon jó dolog. De ne ítélgess senkit sem azért, hogyha ezt nem teszi. Már volt olyan, amikor valaki megkérdezte tőlem, hogy testvérem, te eszel még húst? Így. Mintha az egy hitbeli lépés lenne, hogy amikor már nem. Hát, hogy értitek, ezeket így ne csináljuk. Szoktuk mondani, hogy a törvény nem tudása nem mentesít a törvény alól. De az én Bibliámban ez a mondat nem szerepel. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Az viszont igen, hogy a tudatlanság idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Abcsel 17.30-ban van ez az ige. Tehát a tudatlanság idejét az Isten elnézi. És azt kéri, hogy térjünk meg. Kegyelem nélkül, szabadító nélkül, messiás nélkül, és a hozzávaló megtérés nélkül nincsen szabadság. De ha a fiú megszabadít titeket, akkor valósággal szabadok lesztek. Ebbe bízzunk. Róma 6.13 azt mondja, szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Vagy a Róma 11-ben. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.
hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Oké, rendben van, akarjunk cselekedetekből megigazolni, semmi gond. Akkor az vonatkozik ránk, ami a zsidóságra, tessék szépen körülmetélkedni, és megtartani mind a 613 parancsolatot, mert akkor az a tisztességes. Jelzem, ez már nekik akkor sem ment. A gazdag ifjú nem kevesebbet mond, mint hogy megtartja a parancsolatokat gyerekkorától, emlékeztek erre? És mégis megszomorodva megy el, mert tudja, hogy a vagyonától viszont nem szabad. Emlékeztek rá? Megváltóra van szükségünk, nem törvénykezésre. Kegyelemre van szükségünk, nem ítélkezésre. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazolni. A kegyelemből kiestetek, mert mi a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Ez a hitetés nem attól van, aki titeket hív. Kis kovász az egész tésztát megkereszti. Bizodalmam van irántatok az Úrban, hogy nem fogtok másképp gondolkodni. De aki megzavart titeket, el fogja venni a büntetését, bárki legyen is az. Ez a Galata levél 5. részében van. Értjük? Könnyű belecsúszni, főleg, hogyha társakra találunk ebben az ítélgetésben. De a szereteten alapuló hit, az nem ítélget. Ha Isten szeret és hisz bennem, nem én hiszek ő benne, értitek? Ő hisz én bennem. Akkor ki vagy te, hogy ezt megkérdőjelezd? És ki vagyok én, hogy megítéllek téged, atyám fiát, akiért Jézus a tulajdon vérét adta, akibe annyira bízott, hogy az életét odaadta érte? Ki vagyok én, hogy megítéllek? Pál azt mondja, én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok magamra mondani. De nem ez tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretét. Ez az 1 Korintus 4-ben van. Nagyon szeretnélek kérni titeket, testvéreim, hogy ne csak a szavaitokat és a kijelentéseiteket, de még a nézéseteket, meg a szájhúzogatásotokat is vizsgáljátok meg. Mielőtt csak a legapróbb botránkozást is okoztok testvéretekben. Olyan maradandó károkat lehet okozni, amit utána évekig tart kigyomlálni annak a másik embernek a szívéből. És nem csak a személyesen mondott ítélkezésekről beszélek, hanem a Facebookon megosztott egy-egy mondatokról is, amiket oda vetünk embereknek, akik azt olvassák, és utána zokognak, mert valaki megítélte őket. Ne okozzunk maradandó károsodást emberekben.
Amen. Amen.